Jászárok szálláson naponta ülésezik a helyi operatív törzs, hogy áttekintsék a város járványügyi védekezési, megelőzési lehetőségeit. Közben tovább folytatódott helyben az önkormányzati dolgozók november elején megkezdett koronavírus tesztelése, újabb pozitív esetet egyelőre nem szűrtek ki. A teszt nem mutatott ki pozitivitást egyik dolgozóknál sem, de azt is bevezettük, hogy aki betegállományba vagy szabadságon van, két napnál tovább, akkor csak úgy jöhet vissza dolgozni, hogy a teszt eredményét hozza magával. Vettünk anyagot hozzá, tehát senki nem jöhet úgy vissza, hogy ne győződjünk be róla, hogy nem fertőző. Azt szeretnék, hogy ne kelljen bezárni sem az óvodákat, sem pedig a bölcsődét a járvány terjedése miatt. A tesztsorozat indításakor kiszűrt 5 dolgozón túl nem találtak újabb eseteket. Az érintettek a karantén leteltével fokozatosan térnek vissza munkájukhoz, de csak a város által biztosított újabb teszt negatív eredményével. A rendkívüli helyzet miatt az önkormányzat támogatások elkülönítéséről is döntött. A 65 év feletti jászárokszállási lakosoknak 5000 forintot juttatunk, azért, hogy főleg ezt a korosztályt sújtja a infláció elszabadulása, az ételek különböző zöldségek vonatkozásában, gyümölcsök vonatkozásában. Ez 1520 embert érint Jászárokszálláson. A kiértesítések már megtörténtek, az érintettek a jövő héten vehetik át postai úton az összeget. Az idősek támogatásán túl szintén a járványhelyzetben megnövekedett feladatok ellátása miatt a város minden önkormányzati dolgozója számára 2 heti bérének megfelelő jutalmat utalnak még karácsony előtt. A közterületeken továbbra is rendszeresen fertőtlenítenek a helyi tűzoltók, illetve a tesztelés helyi kiterjesztéséről is határozott az operatív törzs. Azokat a dolgozókat is letesztelték ma, illetve az elmúlt napokban, akik az országos tesztelésen nem voltak érintettek. Ilyen helyzetben készül a város az adventre. A karácsony akkor is eljön, hogyha vírus van, és az egész év egy csodálatosabb ünnepe. Így ma estétől már a díszvilágításnak 60%-a aktiválva lesz, tehát be lesz kapcsolva, és teljes dísz pompájába hétfőre lesz készen az egész városra. Természetesen a közösségi programok Jászárokszálláson is elmaradnak a korlátozások miatt.